Nyíregyházán születtem, az ország keleti szegletében. Munkás család gyermekeként születtem, második gyermekeként. Nagyon sok időt töltöttem azzal, hogy keresem önmagamat. Kipróbáltam a birkózást, kipróbáltam a sportlövészetet, és végül is 13 éves voltam, amikor Nyíregyházán megépítettek egy kacsalábon forgó művelődési házat, ami utána építészdíjas is lett, de nem ez a lényeg, hanem emberekkel, programokkal kellett megtölteni. És akkor tánccsoportot toboroztak, hogy ez a művelődési ház úgymond életképes legyen. Igazából a szüleim ennek nem túlzottan örültek, mivel nem volt rá meg a lehetőségük, hogy ezt finanszírozzák számomra, de a nagyszülői támogatásra végül is ez mégis működésbe lépett. Elkezdődött. Néhány éven belül versenyeztem, bár, mint mondtam, serdülőkorban voltam, folyamatosan nőttem ki a párjaimat. Ez egy picit problémát okozott, ugyanis a versenytánc egy speciális formája a táncnak, és nagyon fontos az, hogy az adott pár egymással minél több ideig, minél jobban össze tudjon szokni. Kihívással teli volt ez a 7 év az életemben. Ebben az időtájban volt az, amikor 14 évesen pályát kellett választanom, hogy merre szeretnék tovább tanulni. Nagy kérdések voltak ezek az én fejemben, ugyanis nem rendelkeztem kimondott elképzeléssel, hogy mi szeretnék lenni. Végül gásztrelő lettem, iskola elsőként végeztem, és ezt követően, független attól, hogy iskola első voltam, mégsem vettek fel azonnal a tigázhoz a gyakorlati helyszínre. Majd egy fél évvel később jöttek, hogy most már tudtak nekem helyet biztosítani, visszamehetek. Így is lett. Egy szeretett dolog volt részemről, ugyanis 20 évig dolgoztam ennél a cégnél is, és úgy látszik, hogy az én életemben a 20-as számok azok ilyen sorsfordító pillanatok. Mellette azért a táncot nem hagytam abba, és folyamatosan foglalkoztam ezzel a tevékenységgel is. A tanárunk áldott állapotba került, és így a művelődési ház vezetése kicsit kétségbe esett, hogy mi lesz akkor, hogyha a mi tánctanárnőnk otthon marad a pici babával, ki fog minket oktatni. Ezért megkérdezésünk nélkül két fiút és két lányt beiskoláztak Budapestre a tánctanárképzőre. Mikor kiderült számomra, meglepődtem rajta, hogy miért pont engem, miért pont tánctanárképzőre, én nem is akartam ilyet csinálni életemben soha, de azt mondtam, hogy oké, kezdjük el. Ugyanis szüleimtől azt tanultam, hogy ha már valamit elkezdek, akkor azt csináljam minél magasabb színvonalon, lelkesen, és előbb-utóbb annak meg lesz a gyümölcse. Így is lett. Kezdetben versenytáncoktatással foglalkoztam, fiatal gyerekeket, lányokat, fiúkat tanítottunk, és versenyeztettünk, de ebből a műfajból rövid időn belül kiábrándultam. Gondolom nem kell bemutatni azt, hogy a versenysport azért nem csak mindig a teljesítményről szól. Én úgy gondoltam, hogy a táncnak nem arról kell szólni, hogy a fiúk és a lányok egy-egy verseny után haraggal forduljanak egymás felé, vagy szájhúzogatással. Én azt gondoltam, hogy a tánc egy olyan műfaj, aminek örömöt, boldogságot kell sugározni az emberek felé. Abba is hagytam a versenytáncoktatást. Nem telt el fél év sem, és jöttek értem, hogy hát ők engem szeretnének, hogyha én lennék a tánc csoportjuknak az oktatója. Kis gondolkodás után elvállaltam ezt a tevékenységet, és ebben az iskolában, ahol most jelen pillanatban ez a felvétel készül, 20 évvel ezelőtt itt kezdtük el a felnőtt képzést, a felnőtt oktatást, a hobbi szintű táncoktatást. Kezdetben csak egy kis baráti társaság, egy fiatal értelmiségi csoport volt az, aki fölkért engem arra, hogy oktassam őket, mert már nagyon sok jót hallottak rólam. Később viszont kérték, hogy ez egy picit szélesedjen ki, tehát ne csak zárt körül legyen, hanem nyissunk a város felé. Ez annyira jól sikerült, hogy utána több kurzust indítottunk egymás után, és néhány év eltelte után, 6 évvel később Debrecenbe is meghívtak bennünket tanítani. Úgyhogy jelen pillanatban 2 városban tanítunk, az egyik Nyíregyháza, a másik pedig Debrecen. Jelen pillanatban abból a tevékenységből élek, amivel szeretek foglalkozni. Kívülről nézve egyszerűnek tűnik ez a dolog. De azt javaslom mindenkinek, hogy egy komplett rendszerben gondolkozzon, mert önmagában csak az, hogy szeretek egy tevékenységet és azzal foglalkozok, az még nem biztos, hogy elegendő ahhoz, hogy ebből meg is tudjon élni. Folyamatosan képeztem magamat, szakmai területem, emellett vállalkozási fejlesztéssel foglalkoztam, majd tudtam azt, hogy a vállalkozáshoz marketingre is szükség van, ezért marketingképzésen is részt vettem,
Jelen pillanatban, ha valakivel beszélgetek és meghallja, hogy én tánctanár vagyok, azt gondolja, hogy a mi életünk csak annyiból áll, hogy bemegyünk a táncórákra, letanítjuk az adott tananyagot, és utána készen van a napi tevékenységünk. Mi egy komplett rendszert építettünk ki, ami egyben tartja a csapatunkat, mellette szabadidős programokat biztosítunk számukra, kulturális tevékenységeket szervezünk nekik, nyári táborokat szervezünk, wellness hétvégéket. Így lett komplett kerek egész a maga a történet, és ettől vált a tánciskolánk gazdaságossá. Mit javasolnék tulajdonképpen azoknak az embereknek, akik szeretnének abból megélni, amit szeretnek csinálni? Az első, hogy folyamatosan képezzék magukat azon a területen, amivel szeretnek foglalkozni, még ha néha több áldozatot is követel, mint amennyi látszik egy külső szemlélő által. A másik, hogy rendszerben kell gondolkozni mindenféleképpen. Olyan rendszer kell kialakítani és építeni, ami tulajdonképpen azt a tevékenységet, amit szeret csinálni, folyamatosan erősíti és támogatja.